Manapság a fogyasztóvédelem szabja meg, hogy mit kell feltüntetni az élelmiszerek csomagolásán. Történetünk kofa főszereplőjét valószínűleg igen komoly büntetésben részesíteni a piacfelügyelőség, mi viszont egy örökérvényű történetet köszönhetünk egyedi csomagolás technikájának. Kéziratok a piacon. A legenda szerint Herman Otto a Teleki téri piacon járt, és ott talált olyan kézzel írott papírokat, amelyekbe az árus csomagolta az eladott zöldséget. A viseltes papíron az írás látható volt, és Herman döbbenten ismerte fel, hogy ezek azok a Petényi Salamon János féle hátrahagyott kéziratok, amelyek később néhány elveszett kivételével nyomtatásban is megjelentek. A hagyaték, amely egy szerencsétlen tűzeset következtében kallódott el, a maga idejében rendkívül fontos tanulmánynak számított. 62 halfaj életkörülményeire vonatkozóan tartalmazott leírást, népies halnévvel együtt. Herman Otto elindult a gyűjtemény nyomába. Felkereste az eredeti lelőhelyeket és csodálatos felfedezést tett. A halászat népies kifejezései nem csak a mai használatban élnek, hanem az ős magyarok mesterség szavai is voltak. Szili Kálmánnak beszámolt a nagy felfedezéséről, és hogy erről könyvet szeretne írni, hiszen ez mentené meg ezeket az ősi kifejezéseket, mielőtt feledésbe merülnek. Körösinek, Regulinak milyen messzire kellett utazni ahhoz, hogy az őség nyomára lejjenek. Csak a balatoni és tiszai halászokhoz nem tett expedíciót senki. Eljutott a szándék Semsei Andorhoz, a dúsgazdag birtokos mecénáshoz, akinek a segítségével aztán elkészülhetett a magyar halászat könyve. A mű megőrizte a korabeli halfajok nevét, leírását, ezzel együtt őseink halászó szokásait, hagyományait is.